Wi-Fi for EU pályázat kiírásában elég szűk gyártói eszköz használható. A Cambium eszköz azért került nálunk kiválasztásra, mert megbízható, stabil, kevés karbantartást igénylő eszköz, illetve az ár-érték aránya szerintem a legjobb. Tamásiban alapvetően internetszolgáltatással foglalkozunk, rádiós internetszolgáltatással. Ezekben is használjuk Cambium eszközöket. Mi először az EPMP 1000-es szériával ismerkedtünk meg. Innét is jött a tapasztalat, hogy ezeket az eszközöket szívesen használjuk. Wi-Fi for EU-val úgy találkoztam, hogy az Access Point egy bemutatott szervezet, ahol bemutatták, vagy elmondták, hogy mire lehet számítani. A program célja európai finanszírozású, hogy minden egyes, akár kis településen, vagy nagy településen ingyenes, szabad hozzáférésű internetet tudjanak szolgáltatni. Turistáknak, ott lakóknak, diákoknak, bárkinek, aki használja. Hát Magyar Keszin vagyunk, a település 1200 plusz 2-3 vagy mínusz, mindig változik. Igazából van egy a régi teleháznak a folytatása a könyvtárban, és mindig is adtunk erre, hogy az informatika a fiataloknak vagy az idősebbeknek is, hogy kéznél legyen. Ez a pályázat pedig a e-mailjeim között találtam, és akkor a művelődési ház vezetőjével, kis kolléganőmmel úgy döntöttünk, hogy kipróbáljuk. És meglepődve vettük észre, hogy sikerült. És ennek nagyon örültünk, addig nem ismertük senkinek sem mondani, amíg tényleg nem találtam meg, aki megcsinálja, meg egyáltalán, hogy ez valós lesz-e. A Magyar Keszi önkormányzattal személyes kapcsolatunk van, felvettük a kapcsolatot, és a polgármesterasszony megbízott minket, hogy a projektet megtervezzük, illetve kiépítsük. Magyar Keszin Cambium eszközzel készítettünk kamerarendszert is, az összeköttetést ezek az eszközök adják, ott is EPMP 1000-es eszközöket használunk. A Wi-Fi for EU pályázat kiírásában elég szűk gyártói eszköz használható. A Cambium eszközök benne vannak, mindegyiknek kell legyen egy Wi-Fi EU certifikátja, ezek az eszközöknek megvan. Az eszközöknek AC szabványt kell, hogy támogasson, 2, 4 és 5 GHz-es rádióval, MIMO, illetve Wave 2 minimum, illetve a Hotspot 2.0-as rendszert is kell, hogy támogassa. Kétfajta berendezést használtunk, kültéri eszköznek az E500-ast, beltéri eszköznek az E410-est. Összesen 15 darab AP kerül telepítésre, kül- és beltériek, jó, nagy része kültéri eszköz. Hát olyan helyre szerettük volna telepíteni, ahol valamilyen rendezvények vannak, vagy valami olyan intézmény közelében, ahol több ember megfordul. Hát így esett a választás a Malom udvarra, ott van egy piac, meg a Malomba is időnként rendezvények vannak, meg kiállításon, tehát ott is azért megfordulnak emberek. Ezt a teret, ahol most vagyunk, ez egy falunapkor használjuk, rendezvényekkel használjuk. A gyerekek is itt szoktak egy kicsit bandázni, tehát igazából sok időt töltenek itt. A önkormányzat, óvoda, művelődési ház, iskola, az iskolán két épületben van, alsó iskola, felső iskola, tehát ezeket céloztuk meg. A
maga a telepítés gyakorlatilag zökkenőmentesen működött, az eszközöket fizikailag összekötni, illetve az első programozás az nagyon gyorsan lezajlott. Az alapvető probléma inkább a Wi-Fi for EU portáljával volt, hogy az eszközöket, a regisztrációt tudja fogadni. Ehhez kellett mind az Access Point-tól segítség, mind a Cambium Support-tól, ami pillanatok alatt megoldódott a többi gyártóhoz képest. Én még nem találkoztam olyan gyártóval, aki ilyen, mondjuk úgy, hogy komolyan venné a telepítőknek a kérdéseit, illetve az arra adott válaszokat. Ezért is esett a Cambium Networks-re ez a projektben az eszközök vásárlása.